A jelenlegi költségvetés azért tartható viszonylag stabil keretek között, mert városunknak már semmilyen komoly intézmény fenntartási kötelezettsége nincsen. Az iskolákat nem mi üzemeltetjük, a kórházat sem mi üzemeltetjük. Viszont ezt a jobb helyzetet, ezt nagyon fontos kihasználni arra, hogy a város gazdasági életét fellendítő intézkedéseket hozzunk. Az iparűzési adó, amely a városunk gazdasági fejlődésének a legfontosabb mutatója, sajnos minden évben most is csökkenő mértéket mutat, és ez rávilágít arra, amit nagyon éreznek a város lakói is, hogy sok munkahely megszűnt az elmúlt években, a potenciális vállalkozói réteg elvándorol Kiskunhalasról, és nagyon sok ember egyre szegényebben él. Ezért olyan intézkedésekre van szükség, amely élénkíti a vállalkozásokat. Látványberuházások történtek, illetve az iparűzési adó 1%-kal való csökkentése is, de ezekre a problémákra ez teljesen hatástalan. Mi azt javasoltuk, hogy további kedvezményeket adjunk az iparűzési adóból úgy, hogy az iparűzési adómentesség határát emeljük föl 2,5 millió forintra, illetve nagyon nagy szükség van olyan infrastruktúra bővítő beruházásokra is, amelyek az elmúlt ciklusban történtek, és ezek jóval több mint 10 milliárd forint értékben valósultak meg. Szeretném itt példaképpen említeni a csatornázásokat, a szennyvíztisztító üzemet, akkor a Jókai utcai rekultivációt, vagy a kórházra költött több milliárd forintot is, mielőtt ugye Kiskunhalastól átvették az üzemeltetését, illetve az elmúlt ciklusban valósult meg a több mint 600 millió forintos támogatottságú főtér rekonstrukció, és az elmúlt ciklusban készült el Kiskunhalasnak a naperőműve is. Hogyha a jelenlegi városvezetés beruházásait, illetve a még csak induló stádiumban lévő beruházásokat összeadom, és ehhez hozzáadom a jelenleg bent lévő pályázatokat, amik még nem is biztos, hogy nyernek, akkor ezek az utóbbiak jóval alul múlják az elmúlt ciklusban sikeresen megvalósított beruházásokat. Én azt érzem, hogy az elmúlt 2,5 évben valamiért, mintha elzárták volna Kiskunhalas felett a pénzcsapot. Nyilván ennek megvannak az okai, politikai okai is lehetnek. Én nekem ezt nem tisztem vizsgálni, hogy mi lehet az oka. A Kiskunhalasnak a költségvetése ugye a jelenlegi városvezetésnek a bizonyítványa, és én a beruházásoknak a marketingére ötöst adnék, viszont arra a lobby tevékenységre, amely pályázatok útján, vagy éppen állami pénzeket tudnának behozni Kiskunhalasra, hát egy körülbelül 3-as alá, vagy 2-es osztályzatot tudnék adni.